GM, GM, sziasztok, és üdvözlök itt mindenkit egy újabb videóban. Krisztián vagyok, aki még nem ismerne, és ez itt a Kriptomókus YouTube csatorna. Mint azt mögöttem láthatjátok, egy bitcoinos témával készültem, hiszen ugye már pár hónapja hallottunk róla, hogy az NFT-k már a Bitcoinon is elérhetőek, amúgy erről csináltam egy videót, csak sose tettem ki, mert nem volt időm megvágni, viszont azóta amúgy is fejlődött egy kicsit a piac, van egy-két olyan tárc, amivel sokkal hasznosabban lehet itt tevékenykedni, úgyhogy ebben a videóban szeretném megmutatni nektek, hogy hogy tudtok, milyen tárcával tudtok például NFT-t venni, és ezekkel a tárcákkal például BRC20-as tokeneket is lehet majd venni. És mik is ezek a bitcoin NFT-k, ezt röviden itt most elmagyarázom. Mint mondtam, csináltam már erről egy videót, csak sose került ki, mert nem tudtam megvágni. Ott amúgy nem is volt olyan pozitív benyomásom erre az egészről, még mindig nincs annyira, de majd mindjárt elmondom a véleményemet. Szóval a bitcoin NFT-k hogy is működik? Tehát eddig mindig csak azt tudtuk, hogy az Ethereum láncon, esetleg Szolánánán, tehát ott, ahol ilyen ö, okos szerződések lehetségesek, ott tudott lenni NFT, akkor most a bitcoinon hogy, hogy lehet hirtelen NFT? Röviden és nagyon leegyszerűsítve elmondhatjuk, hogy a bitcoin ugye 100 millió darab szatosiból áll. Tehát ezt úgy kell elkezdeni, hogy egy szent, nem egy szent, hanem egy szatosi, egy szat, 100 millió szat egyenlő egy Bitcoin. Na most minden ilyen szatra rá tudnak írni ilyen adatot, és ezt a procedúrát úgy nevezik, hogy inscribe, tehát ráírok a blokkláncra valami adatot, és az inscribe szóból jön az, hogy inscription, és ez az inscription szó, ez az ordinállal együtt úgymond a bitcoin NFT-kre jellemző, és végül is nagyon leegyszerűsítve erről van szó, hogy azok a node ö, fenntartók, akik az adatot a blokkláncra írják, ők ö, tudnak NFT-t is a blokkláncra írni szatokra. Ugye itt még a cikk kitér arra, hogy miben különbözik az Ethereum NFT-ktől, és ö, ugye nem tudom, hogy tudjátok-e, de a legtöbb Ethereumon létező NFT-k nem is igazán a blokkláncra vannak írva, hanem csak egy ö, string, ö, úgynevezett string kötődik egy. Ö, egy úgynevezett IPFS Interplanetary File Systemhez, tehát azért lehetséges az, hogy ma így néz ki az nft és holnap úgy, mert az végül is nem is a blokkláncra van írva, hanem ilyen adat felhőkbe van tárolva. A blokkláncra csak az van írva, hogy kié ez a string, melyik tárcához kötődik ez a tulajdon. Itt a Bitcoin NFT-knél viszont úgy van, hogy tényleg minden NFT a blokkláncra van írva, és azt nem lehet megváltoztatni. Na most ez lehet ugye jó is és rossz is. A jó az, hogy például igazi, művészeti nagyon értékes dolgokat, ha felérsz a blokkláncra, akkor annak talán van helye. A rossz az, hogy ugye nagyon-nagyon megemelkedtek a gasz, és például azok, akik a Bitcoin NFT-k ellen vannak, azok a Bitcoin maxik, azt mondják, hogy végülis a Bitcoin nem arra találták ki, hogy ilyen ö, pixeles ö, békákat <laughs> rakjanak fel a Bitcoin blokkláncra, mert ez lelassítja és drágává teszi az egész blokkláncot, ugye tegyük föl, ha mondjuk egy ilyen afrikai országból próbálnak meg pénzt küldeni, akkor az mondjuk most már nem csak 1-2 vagy 3-5 dollár, hanem akár lehet 20-25-30, akár 50 dollár is, úgyhogy ez annyira a Bitcoin maxinak az elején nem tetszett, azóta nem tudom, olyan orbitális összegekkel dobálózik mindenki ilyen pixeles képekért, amik mögött semmi nincsen. Én hallgattam még egy podcastot ezzel kapcsolatban, ott kérdeztek egy ilyen szakértőt, aki így a Bitcoin nft kben benne van, hogy ez így a Bitcoin hálózatra maga az, hogy vannak ilyen NFT-k és ezek a Ordinance és inscription milyen hatással van szerinte, és ő azt mondta, hogy rövid távon ez az egész bullish, középtávon bearish, tehát rossz, és hosszú távon megint bullish. És hogy miért mondta ezt? Azért, mert rövid távon figyelmet kap a Bitcoin. Nagyon sok ö, olyan ö, üres blokkokat ír állítólag a hálózatra a Bitcoin, hogy nem is igazából, nem is használják igazából úgy annyira a láncot. Most így az NFT-kkel viszont egy igazi ö, use case-t kap, tehát ez a rövid távon eléggé pozitív. Ugye középtávon talán azért nem olyan jó, mert ö, amit az előbb mondtam, hogy az ilyen olcsó országokban, vagy ahol nincs olyan hozzáférés a bankokhoz, ugye a bitcoin ö, adott egy alternatívát, így az adaptációt is ö, kicsit így ö, kitolja, és hosszú távon ugye az egyik kritika volt a bitcoinosoknak, hogy ugye mindig, ha van négy évente a halving, akkor a minereket mivel fogják fizetni, Hogyha nem használják annyira a láncot, és ugye most, hogy használják a láncot, így a minerek is ö, jól keresnek vele, és hogyha ilyen ö, use cases-ek, tehát ilyen ö, dolgok történnek a láncon, akkor ez ö, a lánc fenntarthatóságát is hosszú távon, nagyon-nagyon hosszú távon is ö, jobban biztosítja. És akkor nézzük meg, hogy például Magic Edenen, ugye ahol uh, Solana NFT-ket szoktunk uh, venni és eladni. Itt amúgy uh, itt is történnek a dolgok, hiszen most már fizetnek azért, hogy itt szolánán kereskelj, tehát őrület, ami megy. Itt láthatjuk ugye a Solana uh, Popular Collections, medlec, arról is készültem majd egy külön videóval, majd valamikor összeszedem magam is ki tudom tenni. Amúgy durva volt, mert amikor én ugye megvettem, ilyen 80, pont ennyiért vehettem, ilyen 80 körül, fölment aztán 100-ra, na mondom, jó, akkor itt nem csinálok erről videót, mondom, itt jó, 100-nál nem csinálok róla videót, mert ha mindenki akkor vesz bele, gondoltam, hogy már túl van fokozva ez az egész, gondoltam, hogy lesz majd egy visszamenetele is, visszament ilyen 50-re, na mondom, oké, okay, most jó lenne videót csinálni, és így pak egy ilyen két-három nap után újra 70, aztán 80-nál van most. Erről is majd érkezni fog egy videó, nagyon klassz kis projekt, szerintem hosszú távra érdemes ránézni majd. És itt fönt láthatjátok, hogy most már Ethereum NFT-ket is lehet természetesen kereskedni, Polygon NFT-ket is, és Magic Eden volt az első, aki integrálta, vagyis bevonta a Bitcoin NFT-ket is, és itt nézzük meg a Popular Collection-öket, mindegyik ilyen kis gagyi uh nem tudom, pixeles, tehát ilyen igazi ramagy, amikor megjelenik egy új blokklánc, és akkor kijönnek ezek a tipikus ilyen copy-pasta projektek, aminek semmi értelme, semmi community, semmi nincs mögötte, de mégis nézzük meg az árát, 0,11, tehát ez, ez elképesztő, 3000 dollár egy ilyen bitcoin frog. Itt Ordibots, ez is 3000 dollár. Bitcoin Bandits, 2000, 6000 dollár. Tehát megáll az ész. Egyedül itt a kilencedik helyen ugye BTC, digats. Itt az történt, hogy a DGATS kollekció ugye 10.000 darabos. Azt hiszem 500 darab volt, amit az elején elégettek és azokat úgy döntötték, hogy amit az elején elégedtek, azt most bitcoinra elárverezik, vagy lehetett mintelni, nem is tudom, egy ilyen két-három hónapja és azt hiszem, hogy egy igazi digac ára volt, tehát ilyen 8 eter, 8 eter az ilyen 16 ezer, 15 ezer dollár, és itt láthatjuk, hogy most viszont a floor az 1 bitcoin, az egy bitcoin, az meg manapság 27 ezer dollár. Na de lássuk, hogyha mondjuk akarnánk itt venni valamit, akkor milyen tárcára lenne itt szükség. És ide fölülre rákattintok, hogy Connect Wallet, és itt láthatjuk, hogy Xverse, Unisat és Hero. Tehát ezek a tárcák azok, amik bitcoin itt a Magic Edenen össze lehet kötni, és mindegyik egész jó tárca az Xverse is, Unisat és Hero is, de én most ebben a videóban a Unisatot ajánlom, hiszen majd később ez hasznos lesz a BRC 20-as tárcához is, és akinek még nincs Unisat tárcája, azt most megmutatom, hogy hogy tud egyet csinálni. Itt rámentek a unisat.com, I.O. oldalra per download, a linket majd megtaláljátok természetesen a leírásban. Itt van egy olyan, hogy wallet e, rámentek, és itt kicsit legörgettek, és van egy olyan, hogy download from Chrome Store. Amúgy ez az egész elmondom közben, amíg én itt e, navigálok. Például két-három hónapja ezt úgy lehetett NFT-ket venni, ha hiszitek, ha nem, hogy Discordra föl kellett menni, és meg kellett találni egy olyat, akinek volt ez a, volt egy nódja, és ő csinált nektek egy inscription-t, vagyis ő azt mondta, hogy oké, okay, én majd nektek mintelek, küldjél nekem egy kis pénzt, majd én mintelek, és akkor majd elküldöm én neked. Na most ugye a mai scammer világba, tehát ahol mindenki mindenkinek farkasa, én azt mondtam, hogy én ebből kimaradok, tudom, hogy lehet, hogy orbitális nagy potenciál, és hogy nagyon fenomenális, és hogy lemaradok dolgokról, de az, hogy én most Discordon idegen embereknek nem fogok küldözgetni bitcoint, az is biztos, azért, hogy egy ilyen pixeles valamit vegyek. Úgyhogy most megérteszek, Szerintem egy kicsit várni, mert most már vannak nagyon gyorsan, nagyon sok ember ö, dolgozott azon, hogy ilyen tárcákat, ahogy mi ezt megszoktuk például a MetaMask-tól, hogy ilyen tárcákat csináljanak, és... Ö, Sokkal egyszerűbben tudjunk NFT-ket és BRC20-as tokeneket venni. Szóval itt vagyunk a Chrome oldalán, Unisot Wallet, hozzáadjuk. Igen, és akkor itt ugye ez a kis puzzle, jobb felső sarok, itt a Unisot Wallet. Mutatom, hogy mit mutat. Create New Wallet. Akkor csináltok egy passzortot ahogy azt mi ismerjük, fölírjuk ezeket a szavakat, és continue, és akkor kérdezi, ugye, hogy milyen tárcát csináljon nekünk. Én azt javaslom, hogy egy teprút tárca legyen. Ez nagyon fontos azért, hogy Bitcoin NFT-ket tudjunk kereskedni. Az a lényeg, hogy BC-vel kezdődjön, ez a taproot, ugye ez olyan, mint egy layer 2-es megoldás végül is a bitcoin hálózaton, sokkal gyorsabb, kevesebb a tranzakció, tehát ezt javaslom, hogy ezt válasszátok ki, és aztán a continue-ra, ha rányomtok, akkor így kéne, hogy kinézzen a tárca. Jó, és akkor ahogy szoktátok, Binance-re fölmentek, kimásoljátok ezt a címet, ezt a BC1-el kezdődött küldtök rá egy kis bitcoint amúgy meglepően gyors volt, még annó, mikor két-három hónappal ezelőtt próbálgattam ezt, akkor ilyen 15-20 dollárba került egy tranzakció, és nem hazudok, 12 óra volt, mire kiért a bitcoin tárcára, és ö, az volt a vicces, hogy akkor még nem volt ilyen Taproot Wallet, tehát az x volt, de x re nem lehetett direkt ö, küldeni, tehát kellett még egy ilyen köztes tárca, köztes tárcáról elküldeni a másik tárcára. Baromira komplikált volt, ez most így sokkal-de sokkal egyszerűbb. Tehát tegnap próbáltam, Binance-ről működik a dolog, és nem tudom, ilyen 5-6 dollárt fizettem tranzakciós költségnek, és nem hazudok, 5 perc alatt ott volt a tárcán, úgyhogy ö, nagyon kellemes csalódás volt. Na de itt, hogyha visszamegyünk, ö, Connecting, Connecting, akkor fölugrik egy ablak, Connect és látjuk, hogy össze van kötve a tárcánk, és akkor itt tudunk ugyanúgy, mint a metamaszkal, rákattintunk, megvesszük, kinyílik az ablak, prepare your wallet, itt jönnek aztán tranzakciók, és sign, azzal kell aláírni a tranzakciót. No, de lássuk, mi van még a Bitcoin NFT-ken kívül, és nem tudom, egy hónapja találkoztam szerintem először ezzel a BRC20-as kifejezéssel, amikor is ugye Discordon az egyik kérdezfeleleken kérdezték, hogy mit gondolok -e erről, és csak így pislogtam, hogy oké, okay, mi ez. A legjobb leírást úgy hallottam, hogy az a, ez a BRC20-as ugye hasonló, mint a RC20-as. Az RC20-as tudjuk, hogy azok a koinok, -ok, nem tudom, Ethereum, bármilyen RC20-as koin. Ugye megszoktuk, hogy az RC20-as az egy ö, olyan token, amennyi mennyiségből te úgy veszel, meg eladsz, ahogy szeretnél. Tehát milliókat, vagy akár törteket, 0,1 etert vehetsz. Na most ezt a BRC 20-as standardot kombinálták az NFT-kkel a Bitcoinon, méghozzá úgy, hogy elkezdtek coinokat írni, mint NFT a Bitcoin láncra. Na most ez nagyon bonyolultan hangzik, és szerintem abszurd is, de elkezdték azt csinálni, hogy csinálnak shitcoinokat, csinálnak DeFi dolgokat. Azt még érdemes ugye leszögezni, hogy nagyon a kezdetén vagyunk a dolognak, és uh, nyilván a jövőben ez sokkal másképp fog ez zajlani. Uh, mondom, még két hónappal ezelőtt is sokkal bonyolultabb volt, uh, de most már legalább van saját tárca, uh, ezt azt lehet csinálni. Szóval itt pár fejlesztő, uh, ez a Reducted BTC NFT-t tudom ajánlani, uh, és a másik az a Bitcoin, itt láthatjátok. Szóval ők ketten, akik így az Ordinance és a BRC20-as témába itt profik, és tehát ők lehetővé tették, vagy dolgoztak azon, hogy shitcoinokat lehet, mint NFT a Bitcoin hálózaton kereskedni. Na most ez mit jelent? Mindjárt megmutatom, hogy hogy néz ki a Marketplace ez a Unisat, ugye ezért gondoltam, hogy érdemes inkább itt tárcát csinálni, hiszen ennek az oldalnak van egy olyan marketplace is, ide rákattintok, Na most itt mit látunk? Itt, itt uh, látunk számokat, itt a bal felső sarokban látjuk, hogy ordi, ordi, ordi. ordi. Na most az ordi az egy saját token. Tehát az egy uh, token, uh, mint NFT a bitcoin blokkláncon. Amiket itt láttok, ezeket a kis képek, ezek mind-mind NFT-k. És itt uh, úgy lehet shitcoinokkal kereskedni, hogy nem azt mondod, hogy én szeretnék venni 0,1 etert, vagy 0,1 ebből a konyból. vagy beírod az összeget, ugye mi ezt szoktuk meg, hogy 0,5, 2, 10, 20, 100 dollárért, 50 dollárért, tehát ahogy szeretnéd, úgy tudunk venni dolgokat. Na most itt fordítva van a helyzet, hiszen itt, hiszen itt úgy van, hogy megveszünk egy csomagot. Tehát itt van az Ordi nevezetű coin, és itt vehetünk 500 ordit 9,53-as dolláron, tehát 4766 dollárt kell ugye bitcoinba fizetni, vagyis 17.222.000 szatot, és így tudunk venni 500 ordit. Na most is akkor hogy csináljuk, hogyha nem tudom, 1000 dollárért, 500 dollárért szeretnénk venni? Hát úgy, hogy meg kell keresni azt az NFT-t, ami például annyit ér. Itt látjuk, hogy ez például egy 500 dolláros NFT, és itt 1,8 millió szat. Tehát, hogyha én. 500 dollárért szeretnék venni Ordi tokent, akkor ezt az NFT-t kell megvennem, és ezzel az NFT-vel fogok én majd kereskedni. Tehát nagyon durván hangzik ez az egész, és tiszta őskori. Tehát eléggé. Elég, aberált az egész, de nagyon-nagyon forró most itt a piac, és két nappal ezelőtt jött ki egy olyan coin, itt láthatjátok, hogy OXBT, és ezért is csináltam ezt a videót, hiszen nálunk a Zonomóba beírtam, hogy én vettem ebből, mert nagyon sok helyen olvastam Twitteren, amúgy ők, ezek ketten, akik a BRC 20-ason dolgoztak, és az ordinálszön, tehát nagyon OG fejlesztők, ők hozták létre ezt a 0xbt coint, és miről is szól ez? Ez végül is egy ilyen OG coin, ez egy free mint volt, tehát itt nem arról volt szó, hogy ők most baromira gazdagak lesznek. Ezt itt nagyon-nagyon sokan mintelték, és az ára is ezt meg tudom mutatni, hogy <laughs> nem egy olyan grafikon, amit itt megszoktunk, ez ugye brutál hamis, tehát sose volt 70 dollár, de ilyen 0,3-an jött ki, aztán fölment 0,5-re, és most ilyen visszament 0,17-re. Egy 35 millió dolláros market cap beszélünk, tehát nem olyan nagyon sok, a másik, ez az Ordi, amit ö, nagyon felhájpoltak, és már a Binance is listázta. Ö, ez egy, amikor kijött, egy ilyen félmillió dolláros market volt, most egy ilyen 200 millió dollár, tehát hogyha az Ordit összehasonlítjuk a 0xBT-vel, akkor, akkor kb. egy hatoda annak az ordi coinnak. Nem nagyon ástam bele magam, hogy most az ordi nagyon ígéretesnek tűnt. Azt mondták, hogy ez lesz a DeFi majd a bitcoin protokollon. Én azt mondtam, hogy félmillió dolláros market capnél én nem veszek bele. Most láttam ezt a 0xBT-t, amikor elindult, és úgy gondoltam, hogy mivel még nincsen semmilyen bitcoin shitcoinom, ezért kipróbálom, hogy milyen ez. De ezt, ne vegyétek, de ezt ne vegyétek ajánlásnak, vagy valaminek. Én csak itt azt szeretném megmutatni, hogy hogy tudtok coinokat venni, hogy tudtok NFT-ket venni. Itt ugye például annyi dolgotok van, hogyha venni szeretnétek, akkor itt ki tudjátok baloldalt választani a Coint, amit szeretnétek. Van MemeCoin is, Punk, V, de Ordi, vagy például ez a 0 xbt t kiválasztjátok, és ö, itt akkor megkeresitek a magatoknak megfelelő mennyiséget, és ö, ha megtaláltátok, itt van például egy 200 dollárért, akkor rámentek, hogy buy Unisat Wallet, ugye ezt ajánlottam, de ki lehet próbálni az Xverse Wallettel is, és ide rámentek, hogy buy Unisat Wallet, itt most kér egy jelszót, és akkor így fog kinézni. Please confirm the transaction. Kell ügye, hogy 739.000 szat legyen a tárcába, és hogyha ez megvan, akkor a confirmre itt e, rá tudunk nyomni. E, aláírjuk a tranzakciót, és ez előbb-utóbb a tárcánkba meg fog jelenni. És aztán itt a tárcába ez az egész így fog kinézni. Aztán, hogyha ezt az NFT-t el szeretnénk adni, akkor ide rámegyünk a My Inscriptions-re, és itt a 0xpt ugye uh, Available 950, amit tegnap vettem, rányomunk, hogy List, uh, és itt egy Inscribe-ot kell csinálnunk, vagyis ugye egy új NFT-t létrehoznunk. Ide rákattintunk, hogy Inscribe Transfer, itt viszont ugye beírhatunk bármilyen mennyiséget, tehát hogyha nekem, mint például van itt 950, beírhatom azt is, hogy 900 darabot akarok csak eladni, és utána rákattintok, hogy next, ugye itt a fee rate-et még állíthatom, slow, average, fast, láthatjuk, hogy kb. 30 perc az average, tehát brutál lassú. Ha rányomok, hogy next, és tovább kattintok, hogy next, ö, alá kell írni még egy tranzakciót, és ö, meg is van. Amúgy még miket tudunk csinálni itt a Unisaton, ha ide rámegyünk a BRC20-as tokenekre, akkor láthatjuk, hogy ö, milyen tokenek vannak, amik most mintelnek. Tehát ide rámegyünk, hogy például in progress, ö, láthatjuk, hogy melyik token mióta. Van mintelésre kibocsátva, és én nem nagyon ajánlom, hogy itt minteljünk, de ha például jön majd egy új mint, például ha ide rámegyek, hogy TPLS, nagyon kockának tűnik ez az egész, itt alul láthatjuk, hogy kinek hány százalékba birtokolja a tokeneket. Tehát itt tudnék arra kattintani, hogy mint directly, és utána a többi lépést megcsinálni. És akkor még kicsit visszatérve erre a 0xbt-re, vagy oxbt xbt eh, itt ugye mondják, hogy ez egy historikus eh, darab, hogy 2014-be eh, már eh, valami inscription-re Írták ezt, tehát hogy ez egy történelmi darab. Én nem nagyon tudom, hogy ez mennyire lehet hinni. Mondjuk 90 ezer követője van az illetőnek, és nem kap. Tehát nagyon-nagyon sokan követik azok, akiket én is követek, úgyhogy adnak a szavára. Nem tudom, tehát én nekem itt semmi elvárásom nincsen. Én poénból vettem tegnap egy kicsit, hogy kipróbáljam ezt az egészet. A 0xpt ugye még nincs sehol listázva semmilyen tőzsdén, viszont a Crypto.com és a Binance elkezdtek listázni ilyen bitcoin shitcoinokat is, úgyhogy ki tudja, mi lesz ebből az egészből. Ezt a videót nem arra szántam, hogy ezt a coint vagy bármit is ajánljak, hanem hogy bemutassam nektek, hogy hogy lehet bitcoin NFT-kkel és BRC20-as coinokkal kereskedni. Remélem hasznos volt ez a videó, és tudtam segíteni nektek. Ha bármi kérdésetek van, nyugodtan írjátok meg kommentbe. És hogyha kicsit jobban érdekelnek az NFT-k, és kicsit szorosabban akarsz a témákkal foglalkozni, akkor a Zonomo zárt Discord csoportot tudom neked ajánlani. Találkozunk a legközelebbi videóban, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!